Maja Lönde, Hónővér. Második fejezet. Amikor kiléptem az uszoda épületéből, a lány még mindig ott állt a hóban. Nem az ablaknál, hanem a bejárat előtt. A vörös kabátja csak úgy világított a lámpák fényében, a hópehelyek sziporkáztak a sapkáján. Ide-oda ugrált, biztosan azért, hogy ne fázzon. Aztán észrevett és megint elővette azt a széles mosolyát, neki íramodott, majd felén farolt a hóban. Na végre itt vagy, mondta. Igen, feleltem. Nem mozdult, csak nézett rám. Nem tudta, mit mondjak neki. Szemmel láthatóan rám várt. De miért? Találkoztunk volna már. Fel kellene ismernem. Talán régen a mi iskolánkba járt. Esetleg egy unokatestvérem vagy másodunokatestvérem lenne, akivel egy családi összejövetelen találkoztam. Törtem a fejemet, de nem emlékeztem rá, hogy valaha is láttam volna. Márpedig azt hiszem, nem felejtettem volna el ezt az apró, szeplős arcot, sem a szürke szemét, amely szinte fényt szórt szét a téli sötétségben, sem a széles mosolygó száját, sem pedig az előső fogait, amelyek között jókora rést tátongott. Hedvig vagyok, közölte, de nem is, várj csak, a teljes nevemmel kell bemutatkoznom. Hedvig, és most szeretném, ha azt mondanám, hogy Hedvig, Victoria, Johanna, Rosendahl, Ekelönnek, vagy valami hasonlónak hívnak, de hazugság lenne. Hazudni pedig, mint tudjuk, nem szabad, főleg nem akkor, ha először találkozunk valakivel. Lélegzetvételnyi szünetet tartott, amire szükség is volt, mivel csak úgy dőlt belőle a szó, és ha nem vett volna levegőt, feltehetőleg elájult volna. Aztán kezet nyújtott, és bemutatkozott. A nevem sajnos Hedvig Hansen. Hedvig Hansen. Talán azt gondolod, hogy milyen egyszerű. Egyesek szerint praktikus is, ha Hansennek hívják az embert. De azért mondják, mert nekik feltehetőleg sokkal érdekesebb nevük van, és nem gondoltak bele, hogy a Hansen név önmagában mennyire unalmas és szürke. Még egy nyomorult második keresztnevet sem adtak nekem, még egy szerencsétlen Annát vagy Enget sem, de még arra is képtelenek voltak, hogy akárcsak egy uncsi Gerdet is beletegyenek a Hedvig meg a Hansen közé. Sosem fogom megbocsátani a szüleimnek, hogy nem tudtak legalább egy kicsit fantáziadúsabb nevet kitalálni nekem. Hát, feleltem, értem. Többet nem bírtam kinyögni. Soha nem találkoztam még olyannal, aki ennyit és ilyen gyorsan beszélt volna, és tényleg nem tudtam, mit feleljek mindenre. De egyszer csak megláttam, amíg mindig felém nyújtott kezét, és sietve megszorítottam. Az én nevem Noel. Noel Wilhelmsen. Szia, Noel! Üdvözölt Hedvig. Nem is sejted, mennyire elképesztően szívszorítóan örülök, hogy megismerhetlek. Hát, nem, válaszoltam. Induljunk? Kérdezte Hedvig. Igen, feleltem. Hazafelé készültem ugyanis, és gondoltam, ha Hedvignek van kedve elkísérni, nem tilthatom meg neki. Ugrándozva elindult mellettem, valóban elképesztően szívszorítóan vidámnak tűnt. Nem emlékeztem, hogy valaha is láttam volna bárkit ilyen vidámnak. Nagyon jól úszol, állapította meg mosolyogva. Ide-oda, oda-ide, ráadásul iszonyatosan gyorsan. Hol tanultál megúszni, és mennyi ideje tudsz? Sokat edzel? Igen, mondtam. El is tudom képzelni, csodálatos látvány, úszni ide-oda siklani a vízben, mint egy hal vagy egy cápa. Sokszor gondolsz arra, hogy őrjítő tempóban szágódasz a zsákmány után, mintha egy cápa lennél, egy nagy, veszélyes cápa, vagy talán egy ugrándozó delfin. Imádom a delfineket, te nem? Mintha egyfolytában mosolyognának, észrevetted, hogy a delfinek mosolyognak? Szerintem azért, mert rettentően örülnek annak, hogy tudnak úszni. Szerinted nem csak amiatt mosolyognak állandóan, mert boldogok, hogy ilyen gyorsan tudják szállni a vizet? De igen, feleltem. Nem valami sokat beszélsz, közölte Hedvig. De azért még nagyon kedvellek, és nagyon jól is úszol. Tudod egyáltalán, mennyire szerencsés vagy, hogy ilyen fantasztikusan jól tudsz úszni? Erre eddig nem is gondoltam, válaszoltam. Pedig nagyon is kellene, ha határozottan állíthatom, jelentette ki Hedvig. És akkor először elhallgatott egy rövid időre. Oda pillantottam rá.
Nem mosolygott. Szinte szigorúan nézett rám, hogy értsem meg, mennyire szerencsés vagyok, hogy ennyire jól tudok úszni. Aztán egyszer csak rájöttem. És te nem tudsz úszni? Kérdeztem. Hedvig nem felelt. Hirtelen kiüresedett a tekintete. Nem. Nagy levegőt vett, mintha a sírást akarná visszatartani. Az a legnagyobb vágyom az egész világon, jegyezte meg halkan. Azt hiszem, teljesebb ember lennék, ha tudnék úszni. Nekem így is teljesen egésznek tűnsz. Már ha ez vigasztal. Hedvig erre nem válaszolt. Egy darabig csak baktattunk a hóban, és kiértünk a torgatára. Ugyanúgy fel volt díszítve, mint minden évben. A házak között fenyőgaljak, ragyogó lámpák és piros szalagok lógtak. A szóáradat után hirtelen nagy lett a csend. Hedvigre sandintottam, fejét elfordította és felpillantott a fölöttünk égő lámpasorokra. Szerencsére sok minden másnak is lehet örülni ebben a világban, jegyezte meg. Talán igen, feleltem. Nem utolsó sorban a karácsonynak, folytatta Hedvig. Ugye, hogy a karácsony olyan gyönyörű, hogy az ember úgy érzi, a szíve megszakad, az agya pedig szétdurran? Igen, nagyon szép, helyeseltem. Általában örültem annak, hogy végre kiteszik a karácsonyi díszeket, de abban az évben észre sem vettem, hogy már kint vannak, pedig csak egy hét volt hátra karácsonyig. Csak ekkor jutott el a tudatomig. Nagyon szép, üledezett Hedvig. Ennyit tudsz mondani a karácsonyról, a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb, legbensőségesebb és legnagyszerűbb időszakról. És szinte dühösen nézett rám. Tudod, mit gondolok? Nem. Azt gondolom, hogy túl sokat úszol. Erre nem feleltem, ugyanis egyszerűen ingerültnek éreztem magam. Voltak éppen ki ez a lány, aki egyszer csak ott termett, és el akart kísérni, és annyit locsog, hogy kiukadt tőle az agyam. Ráadásul úgy tesz, mintha nagyon jól ismerne. Annyit úszom, amennyit akarok, jelentettem ki. Ez igaz, ismerte el Hedvig. És egyébként, miért nem tanulsz meg úszni, ha annyira iszonyúan szeretnél? Kérdeztem. Ahhoz semmi közöd, vágott vissza Hedvig. Rám merett, és megint ragyogott a szeme, de mintha inkább dühösen villámlott volna. Akkor szia, jó étvágyad az uzsonnához, mondtam. Neked is, meg a vacsorához is, válaszolta Hedvig. Én vacsora előtt uzsonnázni is szoktam, feleltem. Marhára érdekel, epéskedett Hedvig. Egyébként meg szerintem túl sokat beszélsz, közöltem. Te meg olyan néma vagy, mint egy mérges teknős, jelentette ki Hedvig. Szia, köszöntem el. Isten veled, búcsúzott el Hedvig. Akkor én most megyek, mondtam. Menj csak, felelte Hedvig. Azzal elindultam a hóban, amilyen gyorsan csak bírtam. Micsoda buta egy lány, gondoltam magamban. Buta és hihetetlenül bőbeszédű, és mennyi furcsa szót használ, soha többé nem akarom látni, soha egyetlen másodpercre sem. Aztán egyszer csak újra meghallottam a hangját a hátam mögött. Noel! Lépkedtem tovább, én ugyan vissza nem fordulok. Várj! Kiáltott utánam. Noel, várj! Ne haragudj!